Sziasztok! Ahogy említettem, a DJI R3S-ben van egy Smart RTH funkció, ami egy nagyon menő AI által, meg minden által vezérelt funkció, aminek odakint nyilván Kínában már olyan videói terjednek, hogy egy házból gyakorlatilag az erkélyen kiszállnak, mobil interneten keresztül elmennek a hatalmas felhőkarcolók között, és a gép megoldja, hogy hazajön. Nyilván ezt én nem szeretném lemásolni és leutánozni, viszont magát a funkciót szeretném úgy megmutatni, hogy lássátok, hogy tényleg képes rá a gép, hogy az nem egy ilyen, hogy is mondjam, bullshit a neten. Viszont nyilván én nekem a drónteszteken kívül az is célom, hogy egy kis jogi információt és jogi útmutatást adjak nektek, szóval ezt nem fogom megtenni a városon belül, hogy így elküldöm mobil interneten, és az se, hogy kiszállok egy erkélyről. Viszont most itt vagyok a drónhangeri starthelyen, ahol sajnos hát itt az erdő széle tele van szeméttel, viszont itt találtam egy olyan kis felszálló helyet, vagy lyukat úgymond, ahova be fog tudni, remélem, repülni ez a gép. Hát ha nem, akkor egy darabig még nem fogjátok tudni kibérelni. Szóval most indítok egy videót, felszállok, kirepülök itt a lyukon, kimegyek a drónhangeri starthelyre, aztán megnyomom a RTH gombot, és lássuk, mi lesz belőle. Innen szálltunk föl, itt vagyunk lent a kis erdőben, szóval óvatosan kizümmögök itt, kikanyarodunk, és már kinn is vagyunk, közben csipogott minden irányba, gyönyörű időjárásunk van, szép napsütés, itt a kis drónhengeri starthely, nulla szél, közben már itt az őszi munkálatok megkezdődtek, elmegyünk egy kicsit, közben kukucskálok, kibújtam itt a lyukon, hogy azért a vélosz az teljesüljön, 40 méter magasan vagyunk, itt a Duna, csak azért megyek el ennyire messzire egy picit, hogy hát ha látványosabb lesz a kis AR csík, amit húzni fog magának. Megfordulok, és mutatja is ott a kis H betűt. Onnan szálltunk föl. 50 méter magasan vagyunk, nézzük meg a beállításokat. Hoppá. Azt mondja, hogy autó RTH 35 méter. Szóval nincs más dolgom, mint megnyomni az RTH-t. Nekiállt csipogni. És ismét újra kirajzolta ott, hogy hova fog jönni. Hát kíváncsi leszek rá, megmondom őszintén, szépen rajzolja ott a kis útvonalat. 46 méter, ott mutatja a kis görbét, ahonnan felszálltam. Még mindig magasan van. És most elvileg jön a süllyedés, hát itt azért vannak fák bőven. Jön, vigyázz, vigyázz, fa, vigyázz, vigyázz. Jön, ereszkedik, húzza a csíkot, és már láthatjátok is, hopp, ott azért van fa. Gyere, jön, még lentebb jött, nekiáll itt porolni, ne emelkedj fentebb. Jön, még mindig jön, érdekes, egy kicsit oldalazik, fordul, közben mutatja az RTH-t, és ott van az a kis pont, ahonnan felszállt, és ez megcsinálta. Sajnos látható a környék, hogy az emberek milyenek és hogy teleszemetelnek. Hát és ezt tényleg megcsinálta. Ez megcsinálta. Kérdés, hogy azon kívül, hogy egy baromi menő funkció az, hogy ez az R3S ezt tudja, de hogy kell ez nekünk? Tehát, hogy nyilván ezek olyan funkciók, ami most így nagyon menő technikailag, de amúgy a való életben nem fogjuk ezt használni, mert mindig azt mondjuk, hogy a felleszállási pontotok tiszta legyen, ne legyen fölöttetek semmi, mint most.
Nyilván ez most már így érvényét veszítette, de azért egy dolgot ne felejtsünk el, hogy az RTH az egy biztonsági funkció, nem pedig egy kényelmi, jó? Tehát inkább legyünk gyakorlott drónkezelők, hozzuk mi haza a drónt, ez maradjon meg vész esetére. Na, mit szóltok hozzá? Nyomjátok meg a kis csengőt, aztán hamarosan jön a következő videó, a kommentet pedig írjátok, hogy tetszik vagy sem. Sziasztok!